N-O-P-Q, a nagy torkú. Mind megissza a bort, mind megissza a sört. N-O-P-Q, a nagy torkú. És meg is eszi, amit főzött. Borok, receptek, éttermek. Lehmeyer Viktor, a Heineken Hungária ZRT technológiai és sörfőzési vezetője, a soproni sörmestere a vonalunk túlsó végén. Jó reggelt kívánunk, szia! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Na, hát itt a Gábor már kollégám belezavarodott, hogy ez a te ötleted volt, te felügyeled, te készíted, mi a... De mit csinál a sörmester? A sörmester szerepe, igen. Jó sok kérdést kaptam most egyszerre. Igazából mindenből egy kicsi, amit most felsoroltatok. A minőségbiztosításért, termelésért felelek, itt a soproni sörgyárban, és az innováció, ez az ipa is hozzám tartozik, úgyhogy az alapreceptúrát és a technológiát a csapatommal karöltve én dolgoztam ki. Aha, na hát akkor neked is, meg a csapatodnak is gratulálunk, mert a soproni óvatos duhai ipa ugye egy olyan díjat nyert, amit alapvetően kézműves sörök szoktak elhozni, úgyhogy ez jól mutatja azt az irányt, hogy ugye nagy sörgyártók is rá mozdultak erre a piacra, és igenis tudnak sikeresek lenni benne. Igen, igen, ez egy hatalmas elismerés volt ezen a díjátadón, amit Londonban kaptunk. Nem is gondoltuk volna, hogy kapunk díjazást ebben az íz kategóriában, de hál' Istennek sikerült, úgyhogy ez mutatja, hogy a termékünk ebben a kategóriában helytállt és jól szerepelt. Uh-huh. Na most honnan jött az egész? Tehát ez végülis egy kényszer volt? Tehát itt a kézműves sörök terjedése és népszerűségeknek a... Csak ugye elképzeljük, hogy akkor nyilván összerúgtátok a fejeteket, hogy ezzel a tendenciával valamit kezdenünk kellene, nehogy már beleharapjanak a mi feladásaink. Igen, tehát az látszik, hogy a nagy sörgyártók elkezdtek így mozgolódni ebbe az irányba. Igen, ugye ez a kézműves sörforradalom tulajdonképpen egy világjelenség. Tehát meglehető Európában, Amerikában egy kicsit korábban kezdődött, olyan 20-25 éve, Európában egy kicsit később, Magyarországon 6-7 éve dübörög ez a forradalom, és talán ez a legjobb szó, ami egy csodálatos jelenség, mert új kultúrát és új igényeket teremtett a fogyasztók körében, nyitottak lettek az újdonságokra, és ez lehetőséget teremtett számunkra is, hogy belépjünk erre a szegmensre, erre a kategóriára, és akkor ezért született meg ez a gondolat, hogy próbáljuk ki magunkat. Na, akkor most megint kapsz egy szatyor kérdést, mert miért pont IPA? Mi az IPA? És hogy lehetett ebbe a kategóriában ekkora sikert elérni, mert hogy azért itt is vannak szép számmal gyártók? Az IPA az tulajdonképpen az India Pale Ale-nek a rövidítése. Ez egy sörfajta, a kutyák közül, ahogy van Vizsla és Kuli. Itt is van IPA, APA, Stout, Porter, stb. És ez egy külön sörfajta, hogy miért ezt választottuk, hogy az előbb említett kézműves forradalom zászlós hajói, az IPA és APA jellegű sörök, az APA az American Pale Ale, ezt már ugye nagyjából megismerték a fogyasztók, és olyan sört szerettünk volna készíteni, amiről már hallottak a fogyasztók, viszont nagyban különbözik az eddig megszokott lager söröktől. És akkor így esett a választásunk egy ilyen felső erjesztésű, hidegen komlózó, szűretlen ipára. Na most ehhez sok nagy, tehát végig kellett vinni a bordón, ehhez egy új beruházás kellett, hogyan lehetett a technológiát így a nagyüzemi viszonyok közé beszorítani, vagy ez a technológiai háttere, ez milyen a gyártásnak nálatok? Ugye nagy gyártóként az az előnyünk, hogy nagyon jó berendezéseink vannak. Nyilván ugye egy újfajta sörhöz kicsit másfajta technológia kell, tehát ehhez kellett beruházunk, tehát voltak olyan berendezéseink, amiket módosítanunk kellett, voltak olyan berendezések, amiket újonnan, szinte a semmiből meg kellett terveztetnünk magunknak. Ez egy hosszabb folyamat volt, több hónapon keresztül tartott, és a végén elérkeztünk egy olyan technológiához, amivel stabilan, hosszú távon fenntartóan tudunk egy ilyen sör gyártani. Uh-huh. Jó. Az ötlettől az első IPA boltba kerüléseig mennyi idő telt el? Azt gondolnánk, hogy azért ez 1000 döntési szinten keresztül kell, hogy menjen egy ekkora multicégnél, és hogy ez mondjuk egy hátrány lehet mondjuk a kis sörfőzdékhez képest. Onnantól kezdve, hogy ezt kitaláltátok, meddig tartott? Igazából ez több hónapos munka volt, 4-5 hónapra emlékszem vissza. Nyilván van egy döntési sorozatos
sorozat is, amit említettek. Ja, bocsáss, hogy nagyon rosszul hallunk, odébb tudsz egy kicsit távolodik, egyre távolodik, fogy a hangod. Fogy a hangod, mert fogy a hangod, most jobb, igen. Óriási. Szuper, köszönöm. Jó, tehát nyilván van egy ilyen döntési sorozat is, ugye, ami el megítéli, hogy mehet a termék, nem van létjogosultsága vagy sem. És ugye van egy másik vonulat, egy szakmai vonulat, amit zajlott a sörgyárban, ugye a kísérletezés, a receptúra és a technológia megalkotása. Hát ez is önmagában több idő, viszont elég sokfajta berendezésünk van. A kollégák itt is rendkívül kreatívak, és akkor igazából így elég jól, viszonylag rövid idő alatt sikerült összehoznunk a terméket, kísérletezésre van lehetőségünk egy nagy gyáron belül is. És egyébként ezen belül van lehetőség még különböző válfajokra, különböző típusokra? Tehát az IPA-n belül terveztek további bővülés, vagy más sörtípusra, meg gondolom, hogy ez nem állhat meg, tehát újabbakkal és újabbakkal kell rukkolni, nem? Igen, végülis az a technológia, amit az IPA-hoz megalkottunk, az képessé tesz minket arra, hogy másfajta söröket is gyártjunk. Ugye ez a felső erjesztés, hogy ezt lehetővé tettük a gyárba, igazából ez hatalmas teret ad a további lehetőségeknek és kísérletezéseknek. Úgyhogy igen, képesek vagyunk akár egészen különleges sörök gyártására is. Gondolom ez az, amiről többet nem lehet elmondani, ugye, hogy mi van a tarsolyban? Igen, egyelőre ennyit tudok mondani. És az, hogy van-e a tarsolyban valami? Azt elmondhatom, hogy természetesen van. Ja, ugye, okay. ugye a helynek ennek ugye nagy versenyelőnye, hogy nagyon támogatja az innovációt, a kreativitást, csodálattal néz azokra, akik ebben nagyon jók, és próbálunk tanulni tőlük, és tovább gondolkozik. Így van. És ez hogy ekkora cégen belül hogy működik? Tehát itt tehát nektek lehet ötletetek, lehet abszolút a helyi piacra külön dolgokat gyártani, vagy mondjuk ez megy külföldre is, és mondjuk nagyobb területet értek el vele, vagy mondjuk a soproni márkán belül, amit csak Magyarországon értékesít a cég, azon belül van lehetőség mindenféle különböző változatokra. Látjuk, hogy jönnek ki újabbak és újabbak, de hogy ennek mi a háttere, ez hogy működik? Hát igazából Magyarország az elsődleges cél, amit megcéloztunk, tehát itt szeretnénk a fogyasztó igényeit kielégíteni olyan variánsokkal, amik ugye a megszokottól, ahogy említettem, eltérnek jelentősen, de azért nem mennek túl messzire, hogy nehogy csalódás legyen a vége. Külföldi piacban egyelőre nem gondolkozunk. Egy hallgató kérdez egy érdekeset, nem tudom, gyanakvó, bizalmatlan, óvatos, de mindenképp érdekes kérdés. Ha veszek egy üveggel a boltban, ugyanaz lesz benne, mint ami Londonban nyert? Igen. Ugye az előbbi utaltam a nagygyártók előnyeire. Igen. Előnyünk az, hogy ugye nagy mennyiségben stabilan tudunk gyártani. Ugye egy gyár, nem csak a sörgyár, bármilyen élelmiszeripar vagy műszaki gyár is, ugye arra hivatott, azt a célt szolgálja, hogy ugyanolyan minőségben hosszú távon tudjon termelni, és mi erre vagyunk beállítva, az külön szakirány foglalatosság, hogy ezt a minőséget, a stabilitást fenntartsuk. Tehát a kérdésre válaszolva, igen, ezzel a technológiával, ezzel a háttérrel arra törekszünk, hogy ezt mindig tartsuk, ezt a minőséget, és mindig ugyanaz az ipa kerüljön a palacba. Szuper! Hát akkor sok sikert a továbbiakban, és köszönjük, hogy beszélgettünk. Igyekszünk. Köszönjük a lehetőséget. Okay. Szervusz! Minden jót. Lehmayer Viktorral, a Heineken Hungária ZRT technológiai és sörfőzési vezetőjével, a soproni sörmesterével beszélgettünk a soproni ipáról. Most ennyi fért a tányírunkra. M.O.P.Q. a nagy torkú. A Millás reggeli gasztrorovata hangzott el.